Thank you very much, Madam Commissioner. As we have heard today, earlier, Mr. Obama changed his slogan from "Yes, we can" to "Yes, we scan." The U.S. Have been listening to anybody's and everybody's conversations. They read everybody's private electronic communication. The United Kingdom seems to wiretap even the G8 meeting. So on the whole, it seems that the Western Hemisphere is in a pretty bad shape when it comes to human rights. Isn't it bizarre that when it comes to, for example, data protection issues, your main concern is still Hungary and whether we in Hungary have a data protection ombudsman or a data protection authority? Don't you think that it would be due time now, with all this information being known to the whole world, wouldn't it be time to stop the transatlantic war on Hungary? Question number two. Having said that, we learned a lot from you and other leading scholars like Mr. Tavares. We learned, for example, about the need for separation of powers, checks and balances. And because these are so very important principles, Madam Commissioner, as a member of the Parliament, I need to and I have to follow up on the question of Mr. Sógor and ask you, what did you do at the Bilderberg Group's meeting, Madam Commissioner? Whom did you talk to? What did you say? How do you think that it's in harmony with the freedom of press that your representatives deny and refuse to give any information to the press about this Bilderberg Group meeting? In particular, have you said anything about Hungary? Have you said anything about the Hungarian forthcoming elections? Because as Mr. Sógor said, the Hungarian press these days is full with this information. Please take the principle of separation of powers and checks and balances seriously. Be transparent and answer the questions of the member of the European Parliament. This is what we are here for. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Amerikai barátaink megváltoztatták a szlogenjüket. Nem azt mondják, hogy yes we can, hanem hogy yes we scan, tehát nem csak, hogy tudunk, hanem hogy még vizsgálódunk is. Minden esetre felvetnék egy kérdést, biztos asszony, nem csak személyes kérdése ez, de ön úgy gondolja, hogy a titkos ülések, mint a bilderbergi eszmecseréje, erről hogyan gondolkodik? A Daily Telegraph önt idézte, illetve a szóvivője tegnap nem tagadta egyértelműen ezt a vádat. Tudna ezzel kapcsolatosan szólni? Elnézést. Nem olvasom a Daily Telegraphot, úgyhogy a segítségére szorulok, kérem, hogy tájékoztasson, miről van szó. Mikrofon ki van kapcsolva. Mikrofon nélkül beszél az felszólaló. Igen, elnézést. Lehet, hogy jó lenne, hogyha egyeztetne néha a szóvivőjével. Tegnap a Daily Telegraph újságírója a bizottsági sajtótájékoztató után feltette egy kérdést, hogy ön valóban úgy nyilatkozott-e, hogy a jövő évi magyar választásokba bekíván csatlakozni valamilyen módon, és ezt a vádat nem tagadta az ön szóvivője. Tudna erről szólni? A Bilderberg konferenciára reflektálnék először röviden, illetve arra az idézetre, amely úgy tűnik bizonyos sajtó termékekben megjelent. Egy mondatot szánnék erre. Ennek a lehető legkisebb kapcsolata sincs, semmiféle, a realitás legkisebb árnyékához sincs köze ennek. Semmi valóság alapja magyarán.